Mindegyikből kettő-kettő van, hogy az párba egyforma legyen. Tetszik látni. Ezeket Szlovákiából hoztam, hogy, mert ilyet már nálunk Mendén se van, már Magyarországon se, ilyet már nem gyártanak. Ezt Szlovákiában még ilyeneket lehet kapni, de itt már nem nagyon lehet. És akkor ezeket szétbontam, azt a maslit kötök belőlük, vagy melikből mit, és úgy vannak a fára rátéve. Most már, mivel így hallottam, hogy a régi öregek is úgy gondolták, hogy mivel ugye tavasz, pünkös májusban van tavaszkor, akkor kezd éledezni minden. A lepkék is ugye akkor van tele, a fa is a lepkékkel, ugye aranyosan azért szilvafámat is jó, meg bogaraszták már tele van tetvekkel, mind a lepkéknek a dolga, hogy ilyenek vannak a fán, hogy ebből eredt ez, hogy a terítő, hogy mutasson is valamit, ne csak ilyen négyszögletesen, azért csináltak ilyen lepkeszerűbből, hogy az jobban mutatódik. Így mondták az öregek, hogy tavaszkor a lepkék az elsők, meg a hernyók, akik fölélednek és meglepik a élővilágot, hogy talán ennek a jelképe az, hogy lepke. Hogy mondjam? Na. Hát maslit se olyan hú, micsoda nagy izé kötni, de az nem mer hozzá nyúlni senki. Fogom a... Összefogom középen, megkötöm, s kész a masni. Megfogja. Jaj, nem, gyorsan leteszi, én nem csinálom. Hát, hogy aztán mikor fogom tudni elérni azt, hogy na, mégis valaki megtanulja.
bár jó volna, mert én nagyon szeretném, hogyha azért, ha már mink ilyen fiatalok, mint én is már nem leszünk, hogy azért ne menjen feledésbe ez a hagyomány. Alamizsnát alázattal ne kérkedve adjatok, magad előtt ne kürtöltes, adakozó jobb karodról ne tudjon a bal kezed. És amikor imádkoztok, ne úgy, mint az álnokok, mint a szentes képmutatók, utca sarkon, nagy tömegben, hogy csak lássák mindenek. Menj s az ajtót zárd magadra, mert atyád is rejtezik, úgy imádkozz rejtekedben, Isten szeme látja, s hidd el, hogy hitedért megfizet. Hogy a sok szó hallaték meg, csak pogányok hihetik, szűk szavú légy fegyelmezett. Ha te atyád tudja, mit kérsz, s hozzá elég egy fohász. Égi atyánk fönn a menny, szenteltessék a neved. Jöjjön el a te országod, akaratod kormányozzon itt is, mint a mennyeken. Minden napi kenyerünket nékünk add meg mára is. Bocsásd meg a bűneinket, mi is megbocsátunk annak, ki ellenünk vétkezett. Ne vígy minket kísértésbe, de gonosztól szabadíts, mert az ország, a dicsőség, a hatalom mindörökké.